Gyerekkora óta sportol, mondhatjuk, hogy hát többnyire már mindent kipróbált, legyen szó az úszásról, a néptáncról, vagy adott esetben később felnőtt korában az alakreformálásról és az alaknak a formálásáról, mindent, ami a testnek az egészségéről szól. Rusznák Reni a vendégem, köszöntöm Önöket, egy kiváló edző ül velem szemben, örülök, hogy itt vagy velem. Köszönöm szépen a meghívást, én is üdvözlök mindenkit. Azért is volt öröm számomra, amikor elfogadtad a meghívásunkat, mert nagyon szeretünk olyan emberekkel beszélgetni a Fehérvári Beszélgetések műsorában, akik az egészséggel foglalkoznak alapvetően, és hát azt hiszem, mondhatom, hogy te alapjáraton jártas vagy az egészségben és a testi-lelki egészségben is, és ugye szoktad mondani, hogy főcélod, hogy minden korosztálynak megmutasd a jól eső mozgást. Honnan is indult te és a mozgásnak a története, a közös történetetek? Úgy indult, hogy gyerekkorom óta sport az életem része. Elkezdtem úszni, elkezdtem néptáncolni. Hál' Istennek olyan családban nevelkedtem, ahol ez fontos momentum volt. Együtt sportoltunk, a többi gyerekkel együtt sportoltunk, a család együtt sportolt, és mindig belekóstolhattam valamibe, ami adott éppen esetben Székesfehérváron megtalálható volt. Akkoriban az úszás volt a fő vonal, nagyon sokáig jártam úszni, ugyan nem versenyszerűen, én nem az a típusú ember vagyok, hanem csak amatőr módon, jóleső módon. És valahogy innen indult ez az egész, hogy mindig olyat próbáljunk megcsinálni, amit szívesen csinálunk. Hogyha esetleg úgy adta a helyzet, hogy már nem esett jól annyira, akkor én ezt bizony abban hagytam, és kerestem másikat. Tehát nem véglegesen hagytam abba a sportolást, hanem akkor valami új dolog után néztem. Nagyon szeretem az új dolgokat, a változatos dolgokat, a változatosság nagyon sokszor gyönyörködtet. Ha már új dolog, azt hiszem, hogy az aqua fitness az még nem feltétlenül mindenki számára egy ismert sport. Hogyan kell ezt elképzelni, mert hogy a te szívedhez bizony-bizony közel áll az aqua fitness és a vízisportok? Igen, a víz az ugye megmaradt, hát ha nem is úszással kapcsolatban, hanem egy másik szabadidős sportág kapcsán. Az aqua fitness órákat talán nem is tudom, olyan 2006 környékén vettem észre, hogy létezik ugye egyáltalán. Székesfehérváron viszonylag korán volt, tehát ez országos viszonylatban korán megérkezett ez a sportág. Eleinte még csak olyanok próbáltak járni, akiknek már volt valamilyen problémájuk, tehát nem preventív jelleggel, és egy bizonyos korosztály. Én amikor átvettem 2008-ban, akkor már próbálkoztam más óratípusokat is bevetni, esetleg más korosztályt megszólítani, vagy azokat megszólítani, akiknek nincsen semmi problémájuk, tehát egészségesek, viszont valami másra vágynak. Nem egy konditermi edzésre akár, nem egy egyedülálló sportra, hanem egy olyan csoportos valamire, ami színes, ami vidám, még elközben meg dolgoztatnak mindent, ami a testükben létezik, a belső szervektől elkezdve a külső izomzaton át mindent, és természetesen az agyukat is. Valahogy innen jött ez az egész. Én is nagyon szerettem oda járni, és valahogy lenyűgözött az a millió is, ami ott körülvett, azok az emberek, az a közös érdeklődési kör, az kedvesség, nem tudom, valahogy ez egy ilyen természetes szelektáció, vagy nem is tudom, hogy magyarázzam meg. És a víznek van egy különleges ereje is. Azt gondolom, lehet, hogy ha már a vízi sportokról beszélünk. Igen, a víznek több jótékony hatása is van. Intenzitástól függően, óratípustól függően lehet variálgatni a célunkat, hogy mit is szeretnénk elérni vele. Nagyon kicsi az esélye, hogy ott bárki lesérüljön. Egy alapos bemelegítés után gyakorlatilag már lehet keményebb feladatokat is végezni a vízben. Jó zsírégetésre, nagyon magas kalóriaégetéssel bír egy óra. Többféle óratípus kapcsán említettem, hogy van zsírégető, van idősebbek számára, van pörgősebb óra. Még egy olyan fontos szempont van, hogy nálunk alapvetően mélyvizes óra van, amihez ugyan úszástudás nem szükséges, csak sokan megijednek, hogy úristen, hát ha nem ér le a lábunk, akkor azt hogy visszük véghez függőleges testhelyzettel, ha nem úszunk. Ennek az a lényege, hogy vannak speciális aquafitness eszközök, amik segítségével tudjuk végezni a gyakorlatot, tehát például nem süllyedünk le. Tehát ez egy alapfeltétel, mindenki ezt ott helyben megkapja,
és akkor így végezzük a gyakorlatokat. Aztán van egy kisvizes óránk, ami általában elterjedtebb. Valahogy a kisvizes óra az, ami népszerűbb, sokkal jobban ráismernek az emberek, amikor ezt a témát hallják valahol. Tehát egyre többen szeretjük a vizes sportokat egyébként, akkor úgy látod? Én úgy látom, hogy igen. Nálunk nagyon nagy népszerűségnek örvend, úgyhogy nagyon szeretnek járni. Már van gyerekfoglalkozásom, és azt hiszem egy ilyen kis hiánypótló, mert annak a korosztálynak tartom az órákat, akik már nem babaúszás, még nem úszás, hanem valahol ott a kettő között is szívesen mozognának, vagy akár szívesen szoktatják hozzá az anyukák, apukák a gyermekeket a vízhez. Ha már babák, egy kicsit menjünk vissza a kismama korig, nekik mi az, amit szoktál javasolni? Mert hát azért nagyon sok kismamában felmerül a kérdés, hogy majd a szülés után hát azért jó lenne azt a plusz kilót ledobni. Valaki már a kismama korszaktól vagy időszaktól kezdve szeret sportolni éppen ezért, és hogy egészsége legyen neki és a babának is. Miket javasolsz nekik? Hogy néz ki egy kismama torna? Te, mint szakember, ezt hogyan mutatnád be? Először is elmesélném, hogy most már statisztikát vezetek, hogy például, amikor érkezik hozzám egy várandós pocaklakóval, egyre több mindenkinél látom, hogy ő már bizony sportolt eddig. Ezt le kell szögeznem, ez egy nagyon-nagyon pozitív dolog, egy nagyon kellemes, mondhatni csalódás, mert nem gondoltam, hogy most már ilyen sok fiatal sportol valamit. Ha nem is mondjuk heti háromszor, hanem heti egyszer vagy kétszer, vagy belekóstol ebbe-abba, én már olyan büszke vagyok, hogy hozzám már olyanok érkeznek, akik már van egy múltuk a sportban, vagy van valami köszönő viszonyuk a mozgásformákhoz. És kismamaként egy picivel velük könnyebb dolgom is van. Sokkal jobban tudnak azonosulni a mozdulatsoraimmal, a feladatokkal, hamarabb magukévá teszik az elemeket, tudják a jobb és balra oldalakat, fantasztikus boldogság, amikor valaki tudja a jobb és bal oldalt természetesen, tehát én örülök ennek az apróságnak is. Kismamaként funkcionális várandós torna gyakorlatokat végzünk kismama tornán, ami szükséges állóképességhez, légzéstechnikákat tanulunk, tehát hogy egy-egy torna nem csak a fizikumra hat, hanem mentálisan, lelkileg is felkészít a babavárás további szakaszára, a szülésre és a baba születése utáni rövid kis periódusra, ameddig esetleg még nem mozoghat az anyuka. Most azért a pandémiás időszakban csak remélni tudjuk, hogy hamarosan újra sokan együtt lehetünk és együtt sportolhatunk, akár a tömegsportokat tekintve. És hát ha már tömegsport, azt gondolom, hogy a kihívás napja mellett nem mehetünk el anélkül, hogy a te neved fel ne merülne, hiszen Rusznák Renninek a neve minden egyes évben ott van a kihívás napja kapcsán ezeken a programokon. Sokszor csatlakozol ezekhez a programokhoz, azt hiszem minden évben, hogyha az előbb akkor jól mondtam, köszönöm. Mit ad neked az, hogy tulajdonképpen egy ilyen kezdeményezés mellé állhatsz, és miért fontos az, hogy te, mint edző és szakember, sportoló, mert én azt gondolom, bátran mondhatom, hogy te magad is az vagy, egy ilyen ügy mellé áll itt Fehérváron? Mindenképpen, amikor először, talán az elsők között voltam, akik a kihívás napján részt vettek, de már nekem is úgy szóltak, hogy figyelj, van egy ilyen lehetőség, nincs kedved jönni? Ó, dehogy nem. Mi ez? Hát, vagy varázslatos volt. Akkoriban még a Bregyó Sportközpontban volt a kihívás napja, illetve akkor még ugye a majálisok. Jó. És a kihívás napják azok pedig szintén ugye vagy az uszodás órák kapcsán jöttek elő, később meg amilyen órákat még tartottam. Akár szabadtérben is voltatok. Szabadtéren, így van, nagyon sokszor mentünk ki, amint jó idő engedte, akkor ahogy az órafajtákat elkezdtem megtanulni és tartani, akkor mindenből igyekeztem egy kicsit csepegtetni, hogy megmutassam Fehérvárnak, hogy milyen lehetőségeket rejt még magába a sportvilág. Mennyire sportosak a fehérváriak egyébként szerinted? Szerintem nagyon sportosak, határozottan, főleg, hogyha ugye emlegettem a kismamákat, ők már úgy jönnek hozzám, hogy felkészülten. És azt gondolom, hogy például az idősek kapcsán is nagyon sok mindenkit sikerül bevonnom, vagy így, vagy úgy, vagy szárazföldön, vagy vizes környezetben.
de mindenki megmozdul valamilyen formában. És remélem, hogy mindenkinek tudok úgy segíteni, hogy legalább rávenni egyszer, hogy valamit próbáljon ki, ha nem is az én sportjaim közül választ valamit, akkor egy másikat. Csak hogy induljon el valami a fejében, hogy mozogni kéne, és hogy ez neki jó lesz, és neki erre szüksége van. Nem csak a testünket mozgatja meg a sport, hanem azért szerintem a lelkünket is. Te hogy látod, hogy mentálisan is ez felfrissít minket? Felfrissít mindenképpen, ha rólam van szó, és magammal indulok ki, akkor egy kicsit néha fel is pörget. Úgyhogy nekem idézőjelben ilyen problémáim vannak, ez csak egy kellemes probléma. Tulajdonképpen annyira feltöltődöm, olyan sokat kapok a vendégeimtől, akár személyes kontaktórákon, akár online, akár úszoda, akár nem úszoda, hogy annyi energiám lesz hirtelen, vagy lehet, hogy ha bennem volt eddig, akkor ők szabadítják fel, hogy egy kicsit néha már úgy nehéz visszavennem belőle. Tehát ez az a boldogság érzés, amikor felszabadul az egész bennem, és hát megpróbálom természetesen ezt vissza is adni egy azon órán belül. És ugye milyen érdekes, hogy most, ahogy ezt a mondatodat elmondtad itt a végén, az utolsó mondatodat, annyira átjött az, hogy te ebben teljesedsz ki, te ebben vagy önmagad, pedig hogyha visszaugrunk néhány évet az időben, akkor ugye te tanultál turizmust, és közgazdász is, vagy ha jól tudom, hát azért a kettő között, illetve a három között, a három szakma között óriási különbség van. Igen, igen. Én úgy gondoltam, hogy én egy szállodaigazgató leszek. Valahol ilyen gyerekkori álom volt? Az kicsit túlzás, hogy gyerekkori, a középiskola után nagyon megtetszett az, hogy nyelvekkel foglalkozni, emberekkel foglalkozni. Én a középiskola után elmentem egy szakképzésre, egy idegenforgalmi szakképzésre, ahol annyira fantasztikus dolgokat tanulhattam, és annyira sok emberrel találkoztam, akár a gyakorlatokon, akár a tanáraim. Mellette még dolgoztam hostessként, ott is rengeteg emberrel foglalkoztam. Ez engem annyira elvarázsolt, hogy én eldöntöttem, hogy nekem ezzel kell foglalkoznom. És tovább mentem turizmus, vendéglátás, közgazdász szakirányra, itt Fehérváron végeztem. De mellette már segédedzőként dolgoztam. Tehát ott már érződött, hogy valamiért a sportnak az életed része kell, nagyon-nagyon is az életem. És egyszer csak rájöttem, hogy hát itt is lehet emberekkel foglalkozni. Hú, ez is nagyon jó. Sőt, itt még egy másfajta tudást is át tudok adni, és valahogy úgy látszik ez a pedagógiai vonal az, ami egy kicsit közelebb került, nem vetettem le a turizmus vendéglátás sem, közelebb került hozzám. Tulajdonképpen ez a kicsit ilyen tanítás, kicsit oktatás, ez szinte hihetetlen, hogy ez még csak az elmúlt hónapokban realizálódott bennem. Tehát én eddig úgy csináltam, hogy tartottam az óráimat, voltam, mindenkinek vidámságot okoztam, nagyon jól éreztük magunkat, fejlődtünk, és akkor most döbbentem rá, hogy fantasztikus, hát átadom a tudásomat, és mindent tudnak, és ugyanazokat látom vissza, amit megtanítottam 5 évvel ezelőtt. Nagyon jó érzés, hihetetlen jó érzés. Ez mindenképpen célod akkor tényleg, hogy a eddigi beszélgetésből kiderült, hogy hát átadd a tudásodat, és mindazt, amit te már magadba szippantottál az elmúlt években a sport kapcsán. Milyen látni azt, amikor egy-egy vendég már mondjuk évek óta hozzád jár, vagy összefuttok az utcán, és látod azt, hogy ő már 10-15-20 kilót leadott, és a te segítségeddel. Ez egy edzőnek mit ad? Milyen érzés ezt látni? Régebben talán ez a feltétlenül alakformálás, nagy fogyások nem voltak annyira terítéken, ez az elmúlt pár évben köszöntött be az én munkámba is, úgy Isten igazából, amikor talán a nagyvilágban is ez egy kicsit jobban előtérbe került. Úgyhogy én is elindultam ebbe az irányba, megpróbálok ilyen módon is segíteni. Én azt vallom, hogy mivel az én szakmámban az étkezés, dietetika egy kicsit háttérbe szorul. Én ezért inkább mindig szakemberekhez irányítom a vendégeimet, hogyha szükség van rá. Hogyha nem tudnak elindulni, nem tudnak kiteljesedni az étkezés során, ami egészséges és mégis számukra megfelelő hiszen fogyáshoz vezet, akkor mindenképpen szakemberhez irányítom őket.
Én azt gondolom, hogy én nem tartok azon a szinten, hogy ebbe belemenjek, és így tudom, hogy nagyon jó emberekkel dolgozni. Akkor más szakemberek bevonásával. Fantasztikus, dolgozom. Itt is legalább új embereket ismerek meg. Igazából, ahogy elindul egy-egy vendég, ha csak mondjuk egy helyes testtartást nézünk. Erre is ki akartam mindenképpen térni. Fantasztikus, tehát én most ezt díjazom a legjobban, amikor valaki a helyes testtartást egyszerűen megtanulja, és nem görcsösen fekszik rá a témára, hanem csak úgy jön az órák kapcsán, egyszerűen beleívódik, és ahogy mondtad, ha találkozunk az utcán, és látom, hogy milyen szép egyenes a háta, holott tudtam, hogy mondjuk befeleső válla van, laza hátizma van, vagy csak simán az, hogy tudom, hogy volt egy kis hasizom problémája, és hogyha tudja tartani a pocakját, akkor már tudom, hogy óvja a hasát, a hasizmát. Ez mondjuk a szülés után fontos tényező. Szóval én boldog vagyok, hogyha valamilyen formában tudok segíteni, és hogyha ezt még vissza is kapom, vagy visszaigazolás is jön, csodálatos érzés. És azt vallod, hogy nem elég, hogyha mondjuk már felnőtt korban kezdjük a sportot, persze az is borzasztóan jó, és sokat tehetünk magunkért, de hogyha még korábban kezdjük, az még fantasztikusabb, és például megakadt a szemem azon, hogy testregenerációs tornával is foglalkozol, ami a babákat illeti. No hát ezt hogyan kell elképzelni? Hát a babákat azt úgy illeti, hogy nem a babákat illeti, hanem hogy anyuka, hogyha megszülte a babáját, igen, akkor csoportos torna formájában megpróbáljuk az eredeti testét visszaállítani, aha, tehát próbáljuk regenerálni különböző szempontok alapján. Ez vizes sport inkább, nem, vagy a szárazföldi? Nem, ez csak szárazföldi. Itt arról szól, hogy szülés után mikre kell figyelni. Ezt próbálom megtanítani, hogy hogyan emelje föl a babát, hogy hát csúnya szóval, hogy ne nyírja ki a derekát, mire figyeljen, hogy esetleg szétnyílt a hasizma, aha, ne okozzon köldöksérvet magának egy emelésnél, egy rossz mozdulatnál, mert nem feltétlenül az emelés okozhat ilyen problémát. Akkor meg is nézem, hogyha valakinek esetleg szét van nyílva a hasizma. Ez kicsit csúnyán hangzik, de ha valaki utána olvas, nem olyan vészes dologról van szó, de úgy érzem, hogy foglalkozni kell ezzel. Ez az egyik vonal. A másik vonal, hogyha valaki esetleg nem adta meg a lehetőség, hogy eljárjon kismama tornára, akár hozzám, akár máshoz, akkor előfordulhat, hogy a helyes testtartás pozíció beállítása akkor még nem volt meg, és ennek kapcsán esetleg egy hanyagtartás lépett fel, ahogy növekszik a pocak, esetleg egy belső derék alakul ki, egy helytelen nyaktartás, és akkor ezeket próbáljuk meg a szülés utáni regenerációs tornán visszaállítani. Illetve, hogyha esetleg valaki nem természetes úton adotta a babájának életet, akkor pedig egy másik folyamattal, egy hekkezeléssel pedig segítek ezen a problémán. Javítunk. Tehát azért elmondhatjuk, hogy akkor ez a regenerációs gyakorlat, ez mindenképpen az anyukára vonatkozik, de azért hát az valljuk be, hogy ott azért a picike is mozog, tehát akarva akaratlanul már ott a sportot megtapasztalja, és ha már hegek, térjünk ki egy pár mondat erejére, császármetszés nagyon sok anyukának okozhat ez gondot, nem mindenkinek, de valaki nagyon nem szereti, főként, hogyha nem szép az a heg, ezzel mi a teendő, hogyan hathat erre a sport? Igen, én ezen a tanfolyamon megtanultam, hogy manuális kezeléssel, illetve mozgatással nagyon sok mindent el lehet érni. Azt azért le kell szögeznem, hogy az esztétikum nem minden. Hogyha esetleg valakinek nem annyira szép a heg, vagy úgy gondolja, hogy nem annyira szép a hege, nem jelenti azt, hogy az a heg problémás, hogy azt kezelni kellene. Tehát én azt nézem meg, hogy az a varrás, az az összehegedés, tehát a sebnek a gyógyulása, az rendben zajlik-e, az megfelelően zajlik-e, nincsenek-e például összenövések, vagy bármi olyan probléma, ami esetleg egy fájdalomhoz vezet, egy szúróérzéshez, vagy egy mozgásbeszűküléshez, ami nagyon fontos, mert ez egy láthatatlan dolog. Hogyha valakit bárhol megműtenek, akár a térdénél,
Nekem jelen esetben a fülemnél, illetve a hasamnál volt egy-egy műtét. Ott nagyon kell figyelni, hogy hát idézőben ne sajnáljuk, azt mozgatni kell, mert ha ott összenövés van, az esetleg máshol okozhat problémát. Például egy hasi műtétnél előfordulhat, hogy valahova befeszül, és mondjuk valaki elkezdi az egyik vállát behúzni ettől. Ez egy ilyen automata dolog, és ezeknek a felderítésére nagyon hasznosak ezek a kezelések, terápiák. És a műsor végéhez közeledve, hogy egy kicsit a sporttól is eltekintsünk, vagy kitekintsünk a sportvilágából, azért te nem csak a sportban vagy otthon, imádsz kirándulni, ahogy elmondtad, a nyelvek is ugye érdekeltek, és érdekelnek a mai napig, szeretsz utazni, de adományt is szeretsz gyűjteni, ez is mind te vagy. Hova szeretnél még eljutni a pandémiás helyzetet egy kicsit, hogyha félre rakjuk? Milyen céljaid vannak a jövőben, és hogyan kapcsolódik hozzád maga a szociális érzékenység? Mert hát azt tudjuk rólad, hogy szeretsz például az állatokon is segíteni. Mindenképpen szeretnék még nagyon sokat utazgatni. Azt hiszem ez a másik szakmámból kifagadólag, ez biztos, hogy még örök életemre fennmarad. Nagyon-nagyon-nagyon-nagyon szeretnék még külföldre utazni, különféle városokat megtekinteni. Én nagyon oda vagyok a körutazásokért. Nagyon szeretek kultúrát, művészetet megismerni, más népszokásokat megismerni. Ez az egyik. Itt ugye lehetőség van természetesen a nyelveket is használni, amiket tanultam, ne vesszenek kárba, ne merüljön feledésbe. Ezt mindenképpen, amint lehetséges. A másik, ha már a szociális vonalat emlegettük, ugye az egyik része a jótékonykodás. Azt hiszem, én csak idézőjelben egy vonalat tudok képviselni, ami erőmből kitelik, ez pedig a Heros, a Fehérvári Állatotthonnak a támogatása. Én önkéntesként sajnos nem tudok részt venni, viszont minden másban, amiben tudok, akár a közösségi média felületein, akár adománygyűjtés, jótékonysági órák tartása kapcsán, vagy felajánlások kapcsán próbálok segíteni, és ha ezzel tudok segíteni, akkor nagy boldogság van. René, én nagyon szépen köszönöm neked ezt a példaértékű és példamutató beszélgetést, és én azt kívánom, hogy ez a szociális érzékenységed, ez mindenképpen kísérjen el téged életed végéig. Köszönöm, hogy ezeket megosztottad nagyon velünk. Szépen köszönöm a meghívást. Nézőinknek pedig köszönöm a figyelmet, tartsanak velünk legközelebb is, vigyázzanak magukra. Viszontlátásra!